Első alkalommal került megrendezésre az első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál, ahol közel 800 résztvevő jött el a Vármegye Székely piac terére, hogy együtt töltessen kötetlenül egy kis időt, miközben mindenki ízletes kolbászokat készített. Berta Zoltán főszervező, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, az esemény gondolata már régóta dédelgetett vágy volt. 3 éve tervezzük, hogy Szekszárdon is szeretnénk egy nagyszabású közösségépítő rendezvényt, ami a hagyományainkra, gasztronómiára, kultúrára épül. Gondolkodtunk főzésbe, pörkölt főzésbe, aztán azt valahogy úgy alakult, hogy talán itt ez a november vége még egy holt szezon, az időjárás az ennek való, legyen ez egy nem is kolbásztöltő, hiszen a kolbászt csak megtöltjük, de mi szeretjük megenni, legyen ez egy sült kolbász fesztivál. Aztán a gondolatokat tett követte, összesen 40 csapat nevezett, több mint 650 embert vártunk és várunk a mai rendezvényre, és úgy látom a létszámból, hogy lehet, hogy mi ennél többen is vagyunk. Minden résztvevő csapat ingyenesen kapott 10 kg sertésdarált húst, 2 kg fehér kenyeret és egy nagy tubus mustárt, valamint egy-egy dedikált helyet, ahol elkészíthette és elfogyaszthatta a kolbászokat. Első alkalommal hagyományteremtő rendezvényként alakult a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál. Az első rendezvényre már közel 40 csapat jelentkezett, pontosabban 39, és mindenféle számítások alapján közel 600 kg darált húsból készül a mai sült kolbász adag. A rendezvényen több mint 700-an vannak, 16 településről érkeztek a csapatok, illetve sok civil szervezet, intézmény nevezett erre az alkalomra. Én azt gondolom, hogy első nem is olyan rossz, és a következő években én azt gondolom, hogy egyre többen fogunk majd lenni. Itt Szekszárdon a piac téren egy nagyon jó helyszínt sikerült választanunk, de ami nagyon fontos, hogy az időjárás az a kolbásztöltésnek megfelelő, kicsit csípős, de mégis napsütéses, nincsen húzat, úgyhogy azt gondolom minden adott arra, hogy egy nagyon kellemes és tartalmas napjának legyünk a részesei. Arra is választ kaptunk, hogy mi a jó töltelék titka. Természetesen a családi receptünk a legjobb, amit édesapámtól tudtam átvenni, de erről nem beszélhetek, mert ez egy titkos recept. A Vármegye Székely intézményei és a környékbeli települések civil szervezeteinek csapatai mind képviseltették magukat. A töltelének a titka a jó barátság, a baráti szellem, és azon kívül a nagyon jól összekészített alapanyag a hús, és hozzá a fűszerek, a paprika, a só, a bors, a fokhagyma, a örölt kömény, megkeverjük, és bélbe töltjük. Megsütjük és szeretettel elfogyasszuk. A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, mint mondja, a titok. Hát először is a jó csapat. A recept itt gondolom mindenki számára a sajátja a legjobb. Ezzel mi is így vagyunk, de én azt gondolom, hogy a csapat még ennél is fontosabb. A Babits Kulturális Központ egy olyan kiváló barátokból, kollégákból, városi jeles személyiségekből álló csapatot toborzott össze, ami azt hiszem, hogy verhetetlen. De mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy verseny, ez egy nagyszerű közösségépítő és egy jó hangulatot árasztó esemény. Itt van a város színe java, úgy gondolom, cégek, egyesületek, mindenki, aki Szekszárdért él és Szekszárdot szereti. A hideg idő ellenére kiváló hangulatban remek kolbászokat töltöttek és sütöttek. Igen, a kóstolások megvoltak már. Hát a receptünk az olyan titkos, hogy ezt nem árulhatjuk el. Igazából itt a kolbász töltelék úgy állt össze, hogy mindenki hozzátette, amilyen van. Úgyhogy így készültünk el. Több száj is megkóstolta, úgyhogy bízunk benne, hogy nyerő lesz a kolbászunk. A jó hangulathoz hozzájárult a színpadon fellépő decsi hagyományőrző férfi kórus, a Bátaszéki Székely Unokák tánccsoportja és a Bogyiszlói Zenekar felemelő közreműködése.